Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt a mai videóban összegyűjtöttem nektek minden infót, ami az utóbbi hónapokban napvilágot látott Pókemberrel és magával a Pókember négyel kapcsolatban. Nem telik el úgy hónap anélkül, hogy a Marvel vagy a Sony fejesei közül valaki ne erősítené meg azt, hogy gőzerővel készül a negyedik rész. Március elején Fájgi azt nyilatkozta, hogy nagyon sok ötleteik vannak, és jó néhányat már papírra is betettek. Majd nem sokkal később már azt mondta, hogy Émi Pászkállal együtt tudják már, hogy merre fogják tovább vinni Pókember történetét. Nyílt volt a Novéhom után, hogy Pókembert szeretnék visszavinni a földhöz ragadtabb utcai hősködéshez. Talán eddig ez volt, ami legjobban hiányzott az MCU-s pókemberből, hogy a saját kis világába a saját kis gonoszaival önállóan gyűjön meg a bajja. A Novéhon végére pókember eljutott odáig, hogy igazán pókember legyen és ne függjön senkitől. Ezért is néhány líker szerint a negyedik rész közben erősen gondolkodnak azon, hogy pókember egyedül, vagy esetleg néhány más utcai hősökkel, mint például Daredevil együtt csapassa. Elvileg főként pókemberre szeretnének koncentrálni, így ha Dardevil fel is tűnik, akkor biztosan nem a negyedik rész lesz, ahol közösen mennek Fisk ellen. Elvileg főként Pókembere szeretnének koncentrálni, így ha Dardevil fel is tűnik, akkor biztosan nem a negyedik rész lesz, ahol közösen mennek Fisk Bár voltak pletykák, hogy a Dardevil Born ezt szeretnék felvezetni egy kis pókember kameóval, és elvileg a sorozatba szerették volna felvezetni a pókember Daredevil kontra Fisk szállat. Az, hogy egyelőre ezzel mi lesz, azt nem tudni, az biztos, hogy valami ez is adaptálásra kerül, csak nem biztos, hogy a Pókember 4-be, és az se biztos, hogy Pókember filmbe, mondjuk egy külön banda háborúk filmbe vagy sorozatba ez tökéletes lenne. Sőt, a Kingpin alakító rendezvény a napokban megrendezett Galaxy Konon nagyon érdekes mondatokat mondott. Először is azzal kezdte, hogy előbb vagy utóbb pangolom pókember -t. Utána folytatta egy picit, hogy az ő karaktere megtorló és fenegyerek és pókemberhez kötődik legjobban a képregényekben, de bőven van még hely másoknak is. Csak reménykedhetem, hogy ez megtörténik. Mármint pókemberrel biztos, hogy megfog. Szerintem nagyon szórakoztató lenne. Jöjjön talán a legbonyolultabb téma a megjelenés. Nagyon sok helyen 2025-öt plegykálnak, azonban a Pókember hivatalos YouTube oldala kirakott egy nagyon érdekes posztot Pók Majommal kapcsolatba, hogy jövőre ilyenkor fog valami történni. Valószínűleg nem jövő ilyenkor fog érkezni a film, szerintem másra utalnak, és nagyon bizon benne, hogy nem arra, hogy jövő ilyenkor lesz majd csak bejelentve. Bár azt azért nem zárnám ki, hogy 2024-ben érkezik a film, ugyanis a sony 2024. július közepére van egy névtelen dátuma, azaz valami akkor érkezni fog a sony és tudjuk, hogy a Pókember filmeket nem a Marvel, hanem a Sony szokta bejelenteni. Szóval ez lehet a Pókember 4, vagy a Venom 3, de a Venom 3-at azért zárnám ki, mert nagyon sok pegyka szerint majd 24 őszén fog az érkezni. Amit a Cosmic Series lehozott, az az, hogy abszolút Pókemberen lesz a fókusz, és a film nagy részében maszkban fog jó látni. Peter Parker teljesen háttérbe fog szorulni, azaz a negyedik rész elején még az egyetem nem lesz előtérbe helyezve, hanem azt fogják bemutatni, hogy Pókember miként boldogul a Nové után. Ha ez igaz, én azért bizok benne, hogy a negyedik rész végére azért eljutunk az egyetemig, és jönnek az olyan karakterek, mint például Harry Gwen, és ezzel jönnek be a legizgalmasabb Pókember történetek. Mert ami eddig hiányzott a filmes Pókemberekből, az az, hogy eljutottunk egy pontig, és ott mindig kaszálva lett. Itt most a Tom Holland-féle Pókemberben ott van a potenciál, hogy eljut odáig, ami a képregényekben konkrétan pókember aranykora. Nagyon bizon benne, hogy ezt jól fogják tudni kivitelezni. Állítólag a Sinister Six még mindig nem lesz előtérve helyezve, egyelőre azt a Sony a saját univerzumába építgeti, és hogyha Tom Hollandhoz mennek, akkor hogy mégis hogy fognak oda kerülni, az teljesen nagyrém, egyelőre semmi pletyka sincs ezzel kapcsolatban, és hát ha valamiről nincs pletyka, akkor ott tényleg bajok vannak. De az olyan karakterek, mint például Mr. Negatív, lehet, hogy belesznek lengedve, hiszen láttuk már a céget a nové Homban is. A fő, fő gonoszról egyelőre nincs info, lehetséges, hogy Scorpio végre teret fog kapni. És Fisk is valószínűleg említve lesz, hiszen a Daredevil új forgatási fotói alapján most lesz csak igazán előtérbe Wilson Fisk, és most lesz az, hogy az utcai hősöknek ténylegesen meg fog gyűlni vele a baja, tehát lehet, hogy benne lesz a negyedik részben. Ami biztos, hogy Pókember története még csak most kezdődik. A negyedik rész után a Keng-dinasztiában is fontos szerepet fog betölteni, a legfrissebb legykák szerint, szóval nagyon fényes jövő előtt áll a hálószövő, és a negyedik rész nagyon izgalmas történeteket indíthat el. Reméljük, hogy most már ténylegesen adaptálnak jó, kis klasszikus pókember történeteket. Miles Morales a legfrissebb infonk szerint a hatodik részig még csak fel se fog bukkanni. Az eredeti terv állítólag az, hogy a hatodik rész végén ismerkedik meg Peterrel. Ez szerintem attól is fog függni, hogy mennyire tudnak gyorsan haladni a történettel, és mennyire gyorsan tudják elkészíteni a filmeket, hiszen pókember karaktere nagyon fiatal még, és hát kérdéses, hogy Tom Holland meddig vállalja. Reméljük nagyon sokáig. Ahhoz, hogy jó pókember történeteket tudjanak adaptálni, és ne érezzük úgy, hogy hát itt valami hiányzik, ahhoz az adott színésznek nagyon hosszú időre el kell köteleződnie a karakter mellett, mert a pókember történet egyszerűen ilyen. És biztos, hogy a Sony és a Marvel stúdió is azon lesz, hogy minél több pókember film meg hozzá kapcsolódó történet érkezzen, hiszen a bevételek, a visszajelzések minden azt igazolja, hogy mindkettő cégnek szüksége van pókemberre, mert hogyha az MCU talán úgy érezzük, hogy egy picit hanyatlik is, azért a Marvelnek ott van ilyen biztonsági pontként az, hogy van egy pókemberük, akivel nagyon sok mindent el lehet adni, hiszen ő a legnépszerűbb, legkedveltebb képregény karakter. Szóval az irány szerintem egyértelmű. Pókembernek az MCU belül létre kell hozni a saját kis idézőjelbe univerzumát, ahol önállóan éldegél, néha néha egy-egy crossover filmben összefut a többi hőssel, mint például a bosszúállókban, de pókember köszönjük, Szépen megvan egyedül is a saját univerzumában, anélkül, hogy függjön a másikétől, hiszen neki van a legkidolgozottabb ellenfelei, történetei, szóval reméljük, hogy ezt ki is fogják tudni használni ezért is egy nagyon jó ötlet a sony hogy épít egy pókember univerzumot, de szerintem most kéne, hogy eljöjjön az a pont, hogy azt leállítják, megegyeznek a marvel -el, és az MCU-n belül kezdik el ezt az univerzumot képíteni, és oda jöhetnek a gonoszakról a filmek, és az úgy sokkal jobban működne, mert tudjuk, hogy van ott egy pókember. De ameddig így az MCU-n kívül építenek pókembernek univerzumot, úgy, hogy ott nincs is pókember, addig ez nem fog működni. Azért a Sony valamennyire kapizsgálja, hogy mi lenne a helyes irány, kell pókembernek egy saját univerzum az mcu belül, ami az MCU-ba játszódik, de mégis el lehet különíteni tőle. A 94-es Pókember sorozat tanári példa, hogy hogy kell Pókember történetét adaptálni. Nyilván nem lehet 30 filmet csinálni, de sokkal gyorsabban tudnának haladni a történetekkel, ha nem csak önálló Pókember filmekben két évente foglalkoznának Pókember történetével, hanem a gonoszakról szóló filmekbe is feltűnne. Jobban éreznénk azt, hogy Pókember története ki van bontva a filmekben is. Mert ha megnézzük a 94-es Pókember sorozatot, amiről gondolkodtam már egy külön videón, hogy bemutatom az egészet, majd meglátjuk, de így röviden, ha megnézzük, abban a világba minden létező képregényhős ott van. X-menek, bosszúállók, Daredevil. Néha egy-egy részbe feltűnnek, de pókember önállóan is megvan. Majd jön az utolsó évadban, nyilván adaptálják a titkos háborúkat is, vagy talán a negyedik évadban pontosan nem tudom. Tehát, hogy eljutottunk abba a sorozat bodáig, hogy pókember ott van a titkos háborúkban, ott van, ha kell a bosszúállókkal, mégis tökéletesen működik akkor is, hogyha pókember egyedül van, már pedig a sorozat nagy részében egyedül van, és ezért fantasztikus. De majd szeretnék készíteni egy sorozat bemutatót, minden bizonyal a videó ennyi lett volna, Kommentben mindenképp írjátok hogy ti mit gondoltok erről a témáról. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozatok fel. További szép napot, sziasztok!